Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Segített első gól, miatt a harmadik percben tudtunk szerezni, utána úgy lenyugodott a játék, plusz itt 11-es első fél időben, szóval úgy már könnyebb volt focizni és lélegezni a pályán, ha 2-0-ra vezettünk. Hát harmadik gól meg már végén jött, ott már egyet többen voltunk a pályán, próbált a Vác kinyitni. Örülünk a három pontnak, és hát már mától készülünk a jövő heti mérkőzésre. Három gólos vagy, ez mennyire fontos, hogy átvetted a házi góllövő listán a vezetést? Inkább kicseréltem volna ezt a három gólt arra, hogy Balmazújvárosban nyertünk volna, de hát ez van, Balmazújvárosban nem tudtunk pontokat szerezni. Most hát három gólos vagyok, örülök neki, de inkább annak leginkább, hogy megszereztük a három pontot, és végre 9 pontunk van. Említetted, hogy most már a következő meccsre kell koncentrálni, mire lehet számítani a következő mérkőzésen, a Dorokhoz utaztok majd? Biztos nehéz ellenfél lesz, nem fogja könnyen adni magát. Hát mink, ha a saját játékunkat fogok játszani, akkor biztos, hogy eredményesek leszünk. Egész héten arra fogunk készülődni, hogy a Dorogot megvárjuk, és hát mindent megteszünk érte, hogy három pontot szerezünk. Ha megnézzük az eddigi győzelmeiteket a szezonban, mindig egy viszonylag korai gólt sikerült szerezni, ez lesz a célod is? Hát valójában ide jöttem a Gyirmódhoz, és valójában mondták, hogy első gól a legfontosabb. Aki rúgja első gólt, hát az 80%-ban megnyeri a mérkőzést, szóval ugyanúgy Balmazújvárosban is megkaptuk első gólt, hát nem későn jött a válasz, szóval igen, biztosan arra fogunk törekedni, hogy minél hamarabb megtörjük a ellenfelet egy góllal. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.